Üdvözlök mindenkit, Meskó Balázs vagyok, a Vala programozási nyelvet fogunk bemutatni a rövid előadásom keretében. Egyébként a Műszaki Egyetemen gazdaság informatikus MSZC szakos hallgató vagyok most. A első kérdésünk általában az, amikor hallunk egy új programozási nyelvről, vagy bármilyen nyílt forráskódú projektről, hogy mégis mi szükség van még egy újabb programozási nyelvre, így is van már belőle elég sok. Ilyenkor az első reakció általában a következő ábrával jellemezhető. Jelen esetben viszont nem csak a személyes kísérletezgetés volt ennek a nyelvnek az értelme, amiért megalkották, ugyanis ez egy valós problémára készült, és személy szerint én ennek a problémának egy jó megoldásának tartom. A Vala nyelv küldetése pár szóban úgy fogalmazható össze, hogy modern programozási funkciókat szeretne biztosítani GNOME alkalmazások fejlesztésére. És először is nézzük meg, hogy mit kell címszavakban tudni erről a nyelvről. Nos, a Vala nyelv ez viszonylag fiatal, mindössze 2006 óta fejlesztik. Ezt egy bizonyos Jürg Billeter nevű svájci egyetemista készítette egy évfolyamtársával. Az volt a motiváció, hogy ő foglalkozott GNOME alkalmazás fejlesztésekkel, csak azt tapasztalta, hogy a C függvénykönyvtárakat, amiket használt, elég bonyolult volt őket használni, és sok úgymond favágást kellett végezni, tehát hogy olyan kódokat kellett elkészíteni, amit modernebb nyelvek megoldanak maguktól, nem kell a programozónak megoldania. Ezért ő készített egy C-Sharpra szintaktikailag hasonló nyelvet, viszont ez egy nem menedzsment nyelv, hanem egy előfordító, ami a Vala programkódból C nyelvű forráskódot készít. Mindezt úgy, hogy viszonylag kevés függőséget használ, csak a G-Object és a G-Lib könyvtárakat, amik a GNOME-nak a legalját, vagyis a alapját képezik. Ezáltal ideális a program GNOME alkalmazások készítésére, hát erre találták ki. Következő ábrán a fordító program működése látható, tehát lényegében van a VALAC, ez a Vala fordító program, ami a Vala forráskódból C nyelvű kódot készít, amit utána tetszőleges fordító programmal, például GCC-vel lefordíthatunk, és kész alkalmazást készíthetünk belőle. Ennek a másik előnye az, hogy nem szükséges, hogy Vala fordító program legyen egy azon a számítógépen, ahol le akarjuk fordítani a kódot, mivel a GCC-t használhatjuk egész nyugodtan a C-kód lefordítására. A jogos kérdés, hogy ez hogy működik. A Vala fordító program használ úgynevezett Vala API fájlokat. Ezek ilyen nagyon rövid leírások, amik azt adják meg, hogy a Vala kódot hogyan kell leképezni érvényes C kódra, hogy az működhessen. Ezek a API fájlok szinte minden G-Object könyvtárra már elkészültek, sőt például OpenGL-t is használhatunk Vala kódból. Másik jogos kérdés, hogy miért szeretne valaki GNOME programokat készíteni. Most én a saját példámból indultam ki, valószínűleg mások is kicsit hasonló okok miatt kötöttek ki ennél a platformnál. A első ok az a könnyű belekezdés volt számomra, ugyanis annak idején másodéves koromban beadandókat kellett egyetemen készíteni, és egyszerű grafikus felületet szerettem volna készíteni. Itt több opció jöhet szóba, mint például a Qt, ami egy rendkívül szép C++ alapú ilyen fejlesztő eszköz, viszont jóval több tudás kellett hozzá, amíg a GNOME platformnak a GTK könyvtárát, azt viszonylag hamar bele lehetett fogni. Az elején rendkívül egyszerű volt a használata. Ez itt a kulcs szó, hogy az elején, ugyanis később a sok olyan kódokat kellett írni, amik, ahogy említettem, ilyen favágás, tehát hogy valójában nem a lényeggel foglalkoztunk, hanem a különböző függvényeket keresgettünk, hogy most épp mire van szükségünk. A előnye még a multiplatformitás volt, ugyanis
sajnos Windows alatt kellett beadni a beadandókat, viszont a programokat Linux alatt szerettem volna elkészíteni, így kézenfekvő volt, hogy akkor használjuk a GNOME-ot, ugyanis lefordítható Windows alatt is. Valamint hát szubjektív szempontok is közre játszottak, hogyha az előbbi kettő még nem volt elég szubjektív. Ennek pedig az oka az volt, hogy GNOME 2 asztali környezetet használtam, ami úgymond a szépsége miatt használtam, így egy rossz viccel így fejezném ki a véleményemet róla. Akkor most lássuk, hogy a GNOME fejlesztés a Vala előtt hogyan történt eddig. Használhattuk a natív C API-t, amit már említettem az elején. Ennek hátránya ez a túlzott bőbeszédűség, ahogy említettem, ami megnehezíti a programozók életét, és a mások kódját igen nehézen lehet megérteni. Elég mondjuk megnézni egy Geditnek a forrás kódját, hát nem a legszebb, amit valaha láttam, azt meg kell hagyni. A másik lehetőség, hogy használtunk illesztő felületeket, például így C++ programban is használhattuk a GNOME-nak a függvénykönyvtárait. Hát ez szerintem annyira nem jó megoldás, mivel nem annyira jól használható, ha meg már C++-ban írunk kódot, akkor ott van a Qt, tehát sokkal egyszerűbb azt használni. A Python az egy rendkívül népszerű nyelv GNOME fejlesztésekhez, ezt nagyon gyakran használják, ám potenciális sebesség problémák lehetnek vele. Rendben. És az utolsó alternatíva a C-Sharp Mono volt, amit használtak párszor, viszont a legtöbb alkalmazással folyamatos sebességgondok voltak, nagyon sok függősége volt, hát egy egész Mono .NET implementációt használni kellett ahhoz, hogy Monóban fejlesztünk GNOME alkalmazásokat, és hát vélt és valós jogi problémák is voltak, ami miatt nem volt olyan népszerű a dolog. Tehát itt jól látható, hogy mindegyik megvalósításnak vannak hátrányai, ezért született meg a valahogy ezeket így nagyjából kiküszöbölje. Na, és akkor beszéljünk most már végre tényleg a Valáról, hogy ez mit is nyújt. A sebességben a natív C-hez viszonylag közel áll, tehát jóval gyorsabb, mint például a Pythonos megoldás. A függőségeket nem nagyon igényel, amint említettem, a G-Object és a G-Lib könyvtárok kellenek hozzá, ez pár megabájt függőség, tehát nem olyan sok. Fejlett programozási funkciókat nyújt, leginkább a C-Sharp és a Java nyelvek funkcióit tudja, tehát jóval magasabb szintű, mint egy C. Emellett alacsony szintű programozási lehetőségei is vannak, így még jobban finomhangolhatjuk a sebességet, és tényleg C-vel megegyező sebességet érhetünk el. De hogy ne csak a szép dolgokat emeljem ki, hanem a hátrányokat is, mert ilyenek is vannak azért. A Vala nyelv az tényleg csak arra képes, amire a C is képes, hiszen ő maga is egy C kód lesz. Ez okoz pár esetleg furcsaságot, amire elsőre nem számítana az ember. Másik az, hogy nem tartalmaz szebénygyűjtő mechanizmust, vagy garbage collection-t, hogyha így szimpatikusabb. Helyette a sokkal egyszerűbb referencia számlálást használja, ami miatt kicsit alacsonyabb szinten kell gondolkozni, mint a legmodernebb menedzselt nyelvek esetén. És valamint az alacsony szintű programozás az néha nem lehetőség, hanem sajnos kénytelenek vagyunk vele élni, főleg, hogyha olyan C-könyvtárakat használunk, amik nem objektumorientáltak. És akkor nézzük meg az első példakódunkat. Ez a rendkívül népszerű Hello Világ programnak a Vala változata. Aki már találkozott Java vagy C-Sharp forráskóddal, az meg se lepődik, majdnem teljesen analóg a kód. Annyi érdekesség van, hogy a Valában meg kell adni explicit módon, hogy már pedig a glib.object osztálynak szeretnénk leszármazott osztályát csinálni, amíg például a Java esetén erre nincs szükség, az ott implicit módon önmagától így működik. Mivel rendkívül sok funkció van, ezért csak pár érdekességet gyűjtöttem ki, ami szokatlan más nyelvek felől érkező programozóknak. A első dolog, amit szeretnék megemlíteni,
már az első sornál, itt talán még nem látszik, de a lényeg az, hogy a valanyelv UTF-8 kódolású stringeket használ, ezért használhatunk benne ékezetes karaktereket, tehát így a teljes magyar ABC-t minden további nélkül használhatunk, ami például a sima C nyelvben elég körülményes. A karakterláncok esetén egyszerűen tudunk tartalmazást vizsgálni az in operátorral, nem kell függvényeket hívni, mint a C esetében. A karakterláncok használhatók úgynevezett sablonokként, amikor is így egyszerűen a változókat bele tehetjük a karakterláncok közepébe, nem kell összeragazgatnunk a karakterláncokat darabonként. És az utolsó, amit itt szeretnék megemlíteni, hogy a karakterláncok ilyen egyszerű szintaxissal felszeletelhetőek. Így például ez a program kiírja a paprikás szót a konzolra. És azért 9 karakter hosszú, mivel UTF-8 kódolású a karakterlánc, így a A betű az 2 byte széles. Tehát ezeket észben kell tartani. Itt is kiütközik az, hogy ez végül is C kód lesz a végén, tehát nem 8 széles a paprikás szó, mint ahogy elsőre várnánk. Következő példa, ez a konstruktorokat mutatja be. A legtöbb nyelven, például a Jávában és a C-sárban a különböző osztályoknak lehet több konstruktora, amiknek a nevük mind ugyanaz, az osztály neve. Viszont, mivel a vala C kódra fordít, ezért nem lehet több egyforma konstruktorunk. Erre találták ki azt a megoldást, hogy elnevezhessük a konstruktorunkat egy úgymond alcímmel. Most ebben a példában például van egy pont osztályunk, aminek van egy egyszerű konstruktora, ami a pontot megadja, mint egy Descartes koordináta X és Y alapján, viszont van egy másik konstruktorunk, ami polár koordinátaként fogadja az adatokat. És a példányosításnál ez egész szép szintaxist is ad, és rögtön látjuk, hogy nem kell megnéznünk, hogy milyen szignatúrájú volt ez a konstruktor, hanem látjuk, hogy ez egy polár koordináta konstruktor. Tehát szemantikailag is többet információt hordoz. Jó. Másik érdekesség, a interfészek a valában, ezek úgynevezett mixinként használhatók. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb nyelven az interfész az csak is leírásokat tartalmazhat, a vala nyelv ezzel szemben implementációt is tartalmazhat, ezzel így korlátozott módon többszörös öröklődést is meg lehet valósítani. A fenti példában a Pitbull osztály megvalósítja a kutya interfészt, így a Pitbull példányok automatikusan tudják használni az ugatás metódust, anélkül, hogy ezt magában az osztályban újra implementálni, vagy definiálni kellene. A következő példa a egyszerű típuskezelés mutatja. A vala nyelvben a típusokat rendkívül egyszerűen az is operátorral megkérdezhetjük, így sokkal egyszerűbb a típusok lekérése, mint például a C-ben. Valamint a típus konverzióra az as operátor használható. Ez lényegében teljesen ugyanúgy működik, mint a C-nek a megoldása, csak a zárójel helyett itt egy olvashatóbb megoldást kapunk. Jó, és végezetül még arról szeretnék szót említeni, hogy végül is a vala programozás GNOME alkalmazások készítésére van leginkább, tehát valószínűleg szeretnénk GUI-t is készíteni az alkalmazásunkhoz. Erre szolgál ez a Glade nevű segédprogram, amivel pillanatok alatt összepakolhatunk sémákat, amikből kész grafikus felületeket tudunk létrehozni, anélkül, hogy ezt kódba meg kéne csinálnunk. Erre van egy Builder nevű osztály, ami ezt megoldja helyettünk. És akkor a következő kettő oldalon látható egy rendkívül egyszerű kód, ez hát mihez képest persze. Nagyon nem szeretném túlmagyarázni, mert nem ez lenne a lényeg. Azt szeretném bemutatni, hogy ez a 60 sor
körülbelül, hogyha ezt C-ben írjuk meg, és nem valában, akkor ilyen 2-300 sor lett volna, tehát jól lerövidíti a programozónak a munkáját, ezáltal karbantarthatóbb kódot is eredményez a rövidebbsége miatt. És még itt térnék ki még egy dologra. A alsó menükezelő függvény esetén, ugyanis, mint ezt már többször kihangsúlyoztam, a vala ugye C-kódra fordul le, tehát ez a menü handler nevű függvény a generált C-kódban a fölötte látható névvel fog szerepelni, ugyanis a main osztályban szerepel ez a metódus, és a My App nevű névtérben szerepel. Ezeket azért kell tudnunk, ugyanis a Glade programban ezt a nevet kell megadnunk a kezelő függvényként. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a vala nem feltétlenül teszi villám gyorsan és egyszerűvé a GNOME fejlesztést, mert igenis tudni kell az alatta lévő C-nek a működését, csak magát a fejlesztést teszi gyorsabbá, tehát nem kell úgymond fát vágni, hanem a lényegre koncentrálhatunk. De ettől még ugyanaz a C van alatta, tehát ismerni kell. Jó. Nos, mivel 20 perc alatt nem lehet bemutatni egy új programozási nyelvet, így összegyűjtöttem pár forrást, ahol tájékozódhatunk, hogyha érdekel minket a téma. A első és talán legfontosabb a GNOME-nak a fejlesztői portálja. Itt szinte minden GNOME eszköznek találhatjuk a dokumentációját. Ezek C nyelven íródtak, hiába programozunk valában, ezeket is sajnos ismernünk kell, ugyanis még mindig a C-hez van a legtöbb dokumentáció. A következő link a valának úgymond a kezdő oldala. Itt találkozhatunk a hírekkel, hogy kijött a legfrissebb verzió, és itt találhatunk linkeket különböző dolgokra. A következő link egy vala gyors talpaló, ami viszonylag röviden végigmegy a nyelvnek a lehetőségein. Ezt itt szépen el lehet olvasni. Ezt a gyors talpalót egyébként elkészítettem egy magyar feldolgozásként, ami letölthető a blogomról, vagy hogyha valaki türelmetlen, akkor a szünetben oda tudom neki adni. És végül a valának a API dokumentációját írtam fel. Ez tényleg az, aminek írtam, tehát API dokumentáció elég kevés dolgot tartalmaz, csak a metódusoknak a leírását viszonylag röviden, ez a C nyelvű dokumentációból generálódik, tehát itt is csak tudni kell, hogy mi van ez alatt, és elég sokszor kell bogarászni a C nyelvű dokumentációt. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.